Most pedig zsebszöveg játékon következik. Látszólag ártalmatlan zsebszöveget osztok ki a színészek között, hármat-hármat. Azonban ezeknek a szövegeknek később... Hányat húztál? A szituáció a következő. Egy ruhagyárban a főnök behivatja az egyik beosztottját, aki önhatalmulag átszabja a konfekciós ruhákat, mondván ez így szerinte sokkal divatosabb. Strasserkartás, jöjjön be! Strasserkarcsi. A nagypapám is itt dolgozott. Ő is karcsi volt. Nézze, Strasser! Igaz a hír, amit hallottam? Mit hallott, igazgató úr? Állítólag maga átszabja azokat a ruhákat, amiket gondos tervezőink megterveztek. Át! Kálói Peti. Kanállal, villával vagy késsel? Mivel szabja át, kedves kollégám? Kanállal, villával, késsel. Mind a hárommal. Gondoltam, hogy csak ollót nem használ, jó? A villával kijelölöm a hibás pontot. Ön az előbb azt mondta, gondos tervezőink. Ezek nem gondos tervezők. Ezt hogy érti? Robi! Profi mellmasszőr vagyok, ha jön. Pontosan ismerem az ember izomzat felépítését. Mint masszőr, pontosan tudom, hogy hol kéne meghúzni azt a varrást. De nem ott van meghúzva az a varrás. Főnök úr, már a nagyapám itt dolgozott. Fogom a villát, kijelölöm a pontot, és utána... Károly! Peti? Károly! Karcsi. Mondja! Mit gondol Paprika Jánosról? Neki, hogy kérdezzem, mert ugye a kés villa... Nagyszerű hamál... dolgozó. A János nagyszerű ugye? Dolgozó. Együtt szoktunk dolgozni. Paprika János, ő legalább megtalálja a saját zsebeit, szemmel láthatólag magának is átszabta ezeket a zsebeket, una. Át. Károly. Károly. Abba Ez tudja... egy őszinte dolog rögtön zsebbe nyúlni. Károly, abba tudja hagyni maga szerint ezt a tevékenységet? Rudi. Ez most egy randi. Randi a munkakönyvével, igen. Azért kérdeztem, hogy abba tudja-e hagyni, vagy nem. Vagy keresnem kell egy másik Strasser. Én vagyok az utolsó Strasser. Marx, Engels, Lenin? Milyen Strasser? Mi a keresztneve? Hát valószínűleg Marx. Marx, nem? Karl. Marx én... Károly. Ugye? Hát azt mondtuk, hogy Károly. Mi a családban olvastuk a tőkét. Lenne olvasgattuk. Szíves bővebben kifejteni? A tőkét. A munkásosztály nevében beszélek. És a mellmasszőrök nevében. És mint utolsó Strasser azt mondom. Rudi! Te ismered a Novák Pétert?